Zajlik a megrendelt ételek elkészítése, adagolása az egyik szekszárdi étteremben. Rengeteg a megrendelésük, ám még így is a korábbi munka töredékét végzik el a dolgozók, amióta nem fogadhatnak vendégeket az éttermek, szállodák. Keszthelyi Szabolcs, az étterem tulajdonosa és a vendéglátókerekasztal a Szekszárdért Egyesület elnöke azt mondja, eddig két embertől kellett megválnia, a többieket megtartotta a jövőre gondolva. Várják, hogy ismét kinyithassanak. A konyhában tevékenykedő emberek mindegyike egykor diákként került az étterem munkaerőgárdájába. Keszthelyi Szabolcs azt mondja, ők is csak úgy, mint a kerekasztal többi tagja, igyekeznek bekapcsolódni a szakképzésbe, mert az utánpótlás biztosítása rendkívül fontos a szakmának. Nálunk átlagosan évről évre nagyjából 20-22 felszolgáló, illetve szakács tanuló volt. Ez már a felére redukálódott, tehát nagyságrendileg 10 tanulónk van ugye szakács és pincér szakmában. Ráadásul mi éveken keresztül azt a fluktuációt, ami nyilván minden munkahelyen előfordul, akár szakács tekintetében, akár felszolgálóan, mi ezt mindig úgy pótoltuk, hogy a nálunk végzett tanulókat megtartottuk és beépítettük a munkaerőbe. Tehát hogy a cégnél maradtak, most is ugye 23-an vagyunk a cégnél, több mint a fele nálunk volt tanuló. A szakember úgy látja, nehéz megtalálni és megtartani a jó szakembereket. Fontos a munkáltató megfelelő hozzáállása, és az, hogy a képzőhely ne kizsákmányolni akarja a tanulókat. Nálunk megvan, ez föl van építve, hogy a 2 éves időtartama honnan, hova kell eljutni. Tehát nyilván van benne mosogatás, és nyilván van benne krumplipucolás, de nem 2 éven keresztül. Tehát nálunk a végzős, az utolsó fél évben a végzős tanulókat visszük a rendezvényekre, odaállnak a büféasztalok mögé, tálal a vendégnek, tehát hogy nagyon sok múlik magán a képzőhelyen. Én azt gondolom, hogy az a fajta kezdeményezés, ami most szeptembertől várható, tehát hogy egy nagyon komoly motiváció lesz a fiatalok előtt, hogy válasszanak szakmát, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes út. Nagy Imre, a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola igazgatója azt mondja, az egész képzési rendszer úgy van felépítve, hogy a tanulók megfelelő gyakorlati tudás birtokába juthassanak. A 9-es tanulóink projektoktatásban vesznek részt, projektoktatás során sajátítják el az alapismereteket, és utána választanak úgymond szakmát, kerülnek ki duális partnerhez. Erre az alapvizsgára már meghívjuk akár a duális partnereket is, hogy itt legyen egy ilyen kölcsönös választás. Tehát kiválaszthatják a legjobb tanulókat akár maguknak, tehát verseny, van egy kis versenyhelyzet a tanulóknál, mert nem mindegy, hogy ki hova kerül esetleg, ki hova szeretne kerülni, és ez motiválja a tanulókat is arra, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak. És az egész képzésük során egy úgynevezett portfóliót készítenek, gyűjtenek, tulajdonképpen a vizsgáik egymásra épülnek, ez az alap és majd a záróvizsga, és így a teljes tanulmányukat nyomon lehet majd követni kint, a duális partnerhez kerülve pedig szintén nem választódik el egymástól az elmélet és gyakorlat, hanem egyszerre sajátítják el őket. Hogy ezt hogy tudja megoldani a duális partner, ebben segít az iskola. Tehát az iskola és a duális partner egy közös képzési program alapján képzi a tanulókat, akár így személyre szabottan, vagy csoportra szabottan, illetve partnerenként alakítjuk ezeket a szerződéseket. Többféle lehetőség van rá, szerződtethet ugye képzőt, vagy már rendelkezik ugye megfelelő képzővel a duális partner, nevezzük vállalkozónak ugye, vagy pedig az iskola segít be ebbe a képzésbe a továbbiakban is. A lényeg az, hogy nem engedjük el itt sem a tanulók kezét, sem a duális partner kezét, a kamara, a duális partner és az iskola egy ilyen szoros együttműködésbe felügyeli azt, hogy a lehető legjobb képzést hozzuk ki, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy sikeres vizsgát tegyen a tanuló. Többféle módon lehet bekapcsolódni az iskola képzéseibe. A 8. osztályos diákok például dönthettek az 5 éves technikumi képzés mellett, ahogy a 3 éves szakmák közül is válogathattak. Hatalmas a túljelentkezés az iskola képzéseire. Jelenleg cukrásztechnikusnak akarnak a legtöbben tanulni. A Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum a centrumon belül a második legnépszerűbb intézmény. 329 jelentkezésünk van 160 helyre, úgyhogy ebből is látszik, hogy bőven vannak, akik minket választottak. A gimnáziumnak igenis versenyképes társa lehet ugye a gimnázium mellett ez a technikumi képzés, hiszen felsőoktatásban ugyanúgy
nagyon jó eséllyel indulhat, hogy az a tanuló, aki technikumi képzésben részesül. Ha szakirányba tanul tovább ugye tőlünk a tanuló, akkor tulajdonképpen kap egy szakmai érettségét, ami emelt szintű érettségének számít, és megfelelő nyelvi képzést ahhoz, hogy sikeresen vegye az akadályt aztán a felsőfokú tanulmányai során is. Érettségével rendelkezők is jelentkezhetnek ezekre a képzésekre. Nagy Imre kiemelte, versenyképes szakma és továbbtanulási lehetőség, ez szól jelenleg a szakképzés mellett. Ráadásul pályaválasztási támogatáshoz is juthatnak azok a tanulók, akik megszerzik a bizonyítványt. Ők ugyanúgy 2 éves képzésben vehetnek részt, érettségi utáni képzésben, technikumi képzésben, illetve szakképzésben, szakképzéskolai képzésben. Technikumban nekik is kínáljuk a turisztikát, a úgynevezett turisztikai technikust, a vendégtéri szaktechnikust, a pincér területről ugye, aztán a szakács szaktechnikust, illetve mit hagytam ki, a cukrász szaktechnikust. Illetve, hogyha a 2 éves szakképzést választják, akkor a pincér vendégtéri szakember, a cukrász, illetve a szakács közül választhatnak. Na most ők, ugye, hogy hogyan alakult át ez a szakképzés, ők például fél évig ágazati alapképzésben vesznek részt, ágazati alapképzés alatt ösztöndíjat kapnak alanyi jogon, majd utána az ágazati alapvizsga letétele után duális partnerhez kerülnek ki munkaszerződéssel, és ott már fizetésért dolgoznak, nem is kis fizetésért. Úgyhogy az, akinek eddig olyan tervei voltak mondjuk egy gimnázium elvégzése után, hogy ő minél előbb szeretne önálló keresethez jutni, az most megteheti úgy is, hogy közben iskolába jár. Felnőtteknek szóló képzéseket is kínál az oktatási intézmény. Ők 1,5 év alatt szerezhetik meg a különböző szakképesítéseket. Ráadásul 2 szakmát ingyen tanulhatnak.